Hölgyes Endre utcai unitárius templomról beszélünk a mai nap folyamán, de mielőtt a templomról, illetve az egyházról beszélnénk, Ambrus, egy picit mutassuk be a házat, hogy mit is kell tudni a történetéről. Nagyon érdekes története van, irodalom történeti szempontból is nagyon érdekes kötődései vannak. Egy régebbi adásunkban, amikor Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regényét mutattuk be az érdeklődőknek, akkor hát itt jártunk ezen a helyszínen, mert Molnár Ferenc képzeletében ez a ház, helyesebben ennek a háznak a helyén álló egyszintes falusias jellegű épület volt a lakóhelye Nemecsek Ernőnek és családjának. Ugye ez fikció volt, tehát ő ezt nagyon szépen elhelyezte, elképzelte a maga felfogása és koncepciója szerint, de a lényeg az az, hogy egy konkrét helyszínről volt szó természetesen a regényben, és itt jártunk emiatt, és már akkor megjegyeztük, meg is jegyezhettük teljes joggal, hogy milyen érdekes architektúrája van ennek az épületnek. Amit itt látunk, az egy 1899-ben épült, gyönyörű, historizáló stílusban készült lakóépület, amelyet aztán 1922-ben az Unitárius Egyház megvásárolt, és 6 évvel később, 1928-ban jelentősen átalakított. Annyira, hogy azt az eklektikus, historizáló stílusú homlokzatot, ami jellemzője volt annak a háznak, a mai formájában alakította át, egy sokkal puritánabb homlokzatot hoztak létre, hogy az Unitárius Egyház közösség, község hívei még otthonosabban érezzék magukat. Tehát maga a ház is egy nagyon érdekes történettel rendelkezik, de ahhoz, hogy a történet két szála összejöjjön, tehát az Unitárius Egyház, illetve a ház története összejöjjön, ahhoz mindenképpen be kell lépnünk az épületbe. Hát akkor nézzünk is be! Már egész sok mindent megtudtunk a ház történetéről. Beszéljünk egy kicsit az Unitárius Egyházról. Hát azt hiszem, hogy kevesen tudják, kedves nézőink közül, hogy az Unitárius Egyház az egyetlen magyar alapítású egyház a világon, melyet Dávid Ferenc alapított még a 16. század közepén. Ő egy kiváló hitoktató teológus volt, aki hát Wittenbergben is tanult, személyesen ismerte Calvin Jánost is, Szervét Mihály volt tulajdonképpen a közvetlen tanítómestere, aki aztán Calvinnal elég erőteljes konfliktusba keveredett, és amikor hazatért Erdélybe, akkor elkezdte azokat a tanokat hirdetni, amelyeket elsajátított, illetve tovább is fejlesztett. Tehát van egy úgynevezett biblikus unitarianizmus, mely azt tartja, hogy Isten egy, a messiás, vagyis Jézus egy földi halandó volt, ember volt, aki az életét adta természetesen a világ bűneinek megváltásáért, de ettől ő nem lett egy lényegűvé Istennel, hanem halhatatlanná lett és isteni jelleget kapott, de nem ugyanaz. Tehát ez a bizonyos hármas egység, egyben a három, ezt nem fogadták el az unitáriusok. Igen korán bekerült az erdélyi bevett vallások közé. Az 1568-as Tordai Országgyűlésen, amely szintén a világ egyik első, sőt a világ első olyan országgyűlése, amely kimondta, hogy vallásszabadság van az adott területen, tehát hogy Erdélyben 4 bevett felekezetet ismert el, a katolikus egyházat, vagy a katolikus vallást, a luteránust, a kálvinistát és az unitáriust. Tehát igen gyorsan tulajdonképpen az intézményesülés megvalósult, de aztán az ellenreformáció hatására, illetve hát a következő évszázadok különböző politika történeti eseményének a hatására az Unitárius Egyház nem tudott igazából olyan
mértékben elterjedni, amilyen mértékben akár a kálvinista egyház, akár a luteránus. Manapság, hogy visszatérjünk a 2016-os évre mondjuk így, vagy a 21. századra, körülbelül 70 ezer ember vallja magát unitáriusnak Magyarországon, illetve Erdélyben. Miért pont ez a ház? Hogy jött képbe ez az unitárius egyházzal kapcsolatban? Ebben az időben, 1922-23 táján már évtizedek óta működött egy temploma az unitárius egyháznak Budapesten, a Nagy Ignác utcában, ez most is megvan, de akkor igen nagy számban települtek Erdélyből át Magyarországra az unitárius valláshoz tartozó menekültek. Természetesen hát elég, hogyha csak annyit említek, hogy a trianoni békeszerződés miatt nagyon-nagyon sokan, sok százezer ember érkezett Magyarországra az elcsatolt területekről, és ezek között az Erdélyből jövők között nagyon sok unitárius volt, tehát igen gyorsan megszaporodott az unitárius felekezethez tartozók száma, kevés volt már a Nagy Ignác utcai templom, és gyorsan kellett keresni egy újabb helyet, missziós házat, így hívták ennek ebben az időben. Akkor menjünk is, benézzük meg a templomot belülről. Menjünk. Ez valóban nagyon gyönyörű. Igen, és 1928-ban nyerte el tulajdonképpen azt a formáját, a végleges formáját ez a gyönyörű belső tér, amely a híveket fogadta. És miért 1928-ban, annak természetesen van oka. Az amerikai unitárius egyház ekkor adott egy nagyobb adományt arra a célra, hogy átalakítsák és kibővítsék a templomot. Budapest főváros is hozzájárult 25 ezer korona adománnyal az építkezéshez. Gotthard Zsigmond és Padányi Gulyás Jenő építészek tervei alapján történt meg ez a nagy átalakítás, és ez nem volt egy egyszerű dolog, mert hogy itt egy emeletet is ki kellett bontani ennek az épületnek a hátsó traktusából, és már 1930-ban nagyjából az a látvány tárult az emberek elé, ami most is fogadja a híveket, ahogy említettem. Azt a hangulatot azonban azt hiszem, hogy a mai napig sikerült megőrizni, amely valóban az unitárius egyház tagjait Erdélybe visszavezeti lélekben, azt a hangulatot sikerült megőrizni teljes mértékben. Hát ilyen, azt gondolom, nem csak az unitárius egyház tagjait, hanem bárkit, aki belép ebbe a templomba, az egy picit Erdélyben érezheti magát. Kopjafákról egyébként nem beszéltünk, az is ott van, ami tipikus erdélyi, illetve ami nekem nagyon tetszik, ezek a borítók, ezek a hímzett borítók. Tehát minden apróságra odafigyeltek. Következő adásunkban pedig Bauer Rudolfról beszélünk, az első magyar atlétáról, aki olimpiai aranyérmet szerzett. Thank you.